Sziasztok! Ez itt a Blockchain Bloom Hungary, a Blockchain Bloom magyar nyelvű csatornája. A mai téma pedig nem más, mint a 2020-as év legjobban várt kriptovaluta eseménye, ez pedig a Bitcoin Halloween. Ez tegnap volt, május 11-én az esti órákban, és e ez mindig hoz változást a bitcoin életében, erről fogok ma beszélni, mi is ez, és mit okoz lényegében. Ha pedig érdekel téged a blockchain és a kriptovaluták világa, akkor mindenképpen iratkozz fel erre a csatornára, ugyanis minden nap újabb és újabb videókkal jövünk majd, és sok mindent lehet majd ezekből tanulni, valamint hamarosan érkezik az első kurzusunk is, ami a bitcoin és a blockchain megértéséről fog szólni, tehát akkor is, hogyha teljesen kezdő vagy az egészben, érdemes lesz majd elvégezned, hiszen onnantól lesz egy olyan magabiztos alaptudásod, amivel sokkal jobban fogod érteni ezeket a híreket, trendeket, és végre nyertesként szűhetsz ki belőle, és te is kamatoztathatod tudásodat, hiszen most egy nagyon jó időszakban vagyunk. Na de akkor induljunk is el, mi is ez a Bitcoin halving? Amikor Satoshi Nakamoto megálmodta a Bitcoin 2008-ban, ugye nem tudjuk, hogy ő egy személy vagy egy csoportán mögötte, a mai napig ismeretlen. A lényeg az, hogy a protokollba bele van írva, hogy a Bitcoinból összesen 21 millió fog születni, nem több, és ez nagyjából 2140-ben fog bekövetkezni. Úgy kerül Bitcoin a rendszerbe, hogy a bányászok blokkokat bányásznak ki, és minden egyes blokk után jutalmat kapnak. 2009-ben, amikor az egész elindult, egy blokk kibányászásáért cserében 50 bitcoint ö, kaptak a bányászok. Viszont úgy van megírva a protokollban, hogy minden 210 re blokk után egy felezés következik a jutalomban, tehát folyamatosan adódik hozzá a bitcoin a rendszerhez, Elején több, aztán egyre kevesebb és kevesebb minden alkalommal feleződik. Ez nagyjából négy évente történik meg. Ez lényegében a halving egy felezést jelent a jutalomban, amit a bányászok kapnak egy blokk kibányászásáért. 2012. november 28-án volt az első ilyen. Ekkor nagyjából 12 dollár volt egy bitcoin, és picit több mint egy évvel később, a halving után, fölment egészen 1178 dollára, ez egy 9000 szeres növekedés volt, tehát óriási. A következő halving 2016. július 9-én volt, ekkor a bitcoin nagyjából 658 dolláron volt, és nagyjából 520 valahány nappal később a halving után, már elérte a mindenkori eddigi csúcsát, ami nagyjából 20 ezer dollár volt. Ez egy 3000 szeres növekedés volt. Tehát ez mutatja, hogy a halving után mindig történik ö, valami, egy hatalmas növekedés volt az elmúlt két halving után eddig, és ez nagyjából az első másfél évben következett be. Tehát ezért ez mindenképpen egy nagyon jó lehetőség lehet a Következő bikapiac elején állunk, hogyha úgy tetszik, és ezért nagyon fontos, hogy képezd magad a bitcoin, kriptovaluták és blockchain világában, hiszen most nagyon jó lehetőségek lesznek, amik nagyon ritkán adódnak. A mostani halvingnál 8000-valahány dolláron volt a bitcoin, és itt meg is mutatnék egy ö, ábrát, hogy ö, lássátok, hogy ez igazából hogy néz ki. Tehát, ö, ha ide megyünk, akkor lehet látni, hogy amit említettem, 2016. júliusában itt volt ez a bizonyos halving, és általában eddig úgy néz ki, hogy nem igazán történik sok minden rögtön a halving után. Tehát ö, először hetekig, akár hónapokig csak nagyon-nagyon minimális emelkedés van, sőt, a 2016-os után egy visszaesés is volt, és most is egyébként ilyesmit várnak a szakemberek. Aztán szépen lassan elindul, és egy hirtelen növekedés történik, mint itt lehet látni. Ez volt nagyjából 520-valány nappal a 2016-os halving után, hiszen 2017. december végén ért el mindenkori eddigi csúcsát a bitcoin. És akkor utána látunk egy jelentős esést, és most pedig... Ugye itt vagyunk, ez itt nagyjából igen. Ez, ez most a 12-e, tehát ha picit visszamegyünk, akkor a 11 -e az ott van, amikor 8700 dollár körül van egy bitcoin. Ekkor történt meg egyébként a halving. Itt pedig azt lehet látni, hogy itt vagyunk még a Halving előtt. A Halving előtt volt egy nagy visszaesés. Ez annak köszönhető, hogy a nagyobb bálnák, akik sok bitcoint ö, kezelnek, valószínűleg nagyobb mennyiséget eladtak. Ez okozta az esést. Tehát még itt nem arról van szó, hogy a bányászok esetleg egy része abba hagyta volna a bányászás, mert már nem éri meg neki, hogy innentől kezdve fele annyit kap majd. Aztán a Halving napján volt egy. Esés egészen 8000 elejéig majdnem elment, majdnem beestünk 8000 alá, és utána újabb emelkedés, most meg stagnálás van nagyjából, ez, ez látható. És akkor a tegnapi halving óta már nem 12,5 bitcoin jár egy blokk díjáért, vagy utalmáért, ha úgy tetszik, mint ez 2016 óta volt egészen tegnapig hanem már csak 6,25. És az újabb halving után ismételten feleződik. Tehát lehet látni, hogy egyre kevesebb és kevesebb bitcoin kerül be a rendszerbe, és így fogjuk majd szépen lassan elérni a 21 milliót, de az még odébb van 2140-ig. Nos, itt pedig látható egy stock-to-flow modell, ez pedig azt mutatja, hogy nagyjából... Mit várnak? Hoppá, egy kicsit elnyomódott. Így. Na. Szóval, itt látható ez az ábra, és azt mutatja, hogy mi várható ö, majd a bitcoin életében. Ugye itt lehet látni ezt a szürke sávot, ö, ezt várták, és ezt is várják, ö, amit itt látható, hogy nagyjából 2021-re akár a 100 ezer dollár per bitcoint is elérheti. Ha megnézzük azt az ábrát, akkor látjuk, hogy ezeket a sötétkék pontok az, ahol mindig a halving történt, ugye itt is, és utána a piros mező, ami rögtön utána következik. Tehát lehet látni, hogy nagyjából egyébként követi ezt a jóslatot, ha úgy tetszik. Valamikor egy picit előbb történnek a dolgok, valamikor egy kicsit lemarad, de nagyjából abban a magasságban van. És ezért lesz nagyon érdekes, hogy vajon két éven belül bekövetkezik-e ez a bizonyos híres 100 ezer dolláros határ. Ugye, azért ne felejtsük el, hogy az elmúlt két halving alkalmával nem volt ez a vírushelyzet, nem volt gazdasági válság, tehát ö, teljesen más helyzet van most. Ezért nem igazán lehet tudni, hogy ö, mi fog történni, de mindenképpen azt mondják, mint ahogy az ábrán is lehet látni, hogy tovább ö, növekszik a bitcoinnak az értéke ez ahol elindult 2009-ben, idén is, 2020-ban is a legjobban teljesítő befektetés a bitcoin. De nagyon fontos kiemelnem, hogy ami itt a csatornán elhangzik, az nem se nem pénzügyi tanácsadás, se nem befektetési tanácsadás, ez csak az én személyes véleményem. mindenki csinálja meg a saját házi feladatát, járni a dolgoknak, és csak nagyon megfontoltan fektessen be bármibe is, nem csak kriptovalutába, mindenbe. Itt csak némi információhoz juthattok, ami esetleg segíthet, de nem szeretnélek benneteket persze befolyásolni. Nos, nagyjából ennyi lenne a halvingnak a története. Holnap is jövök majd egy újabb videóval. Mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, hogyha érdekel benneteket a blockchain és a kriptovaluták világa. Kövessetek minket a Facebookon, az Instagramon, holnap pedig találkozunk. Sziasztok!